Sokszoros véradókat köszöntöttek a megyeháza dísztermében. Csak nem 100-an kaptak elismerést azért, hogy önzetlenül nyújtják karjukat a rászorulókért. Az eseményen volt olyan résztvevő is, aki már 110-szer segített. A Magyar Vöröskereszt idén még mintegy 100 véradást szervez, amellyel a megye véradóit szólítja meg. Sokszoros véradókat köszöntöttek a Véradók napján, csak nem 100-an kaptak elismerést önzetlenségükért. A kitüntetettek közül is kiemelkedő Tóth András segítségnyújtása, aki már 110-szer adományozott vért. Azt mondja, addig jár még véradásra, amíg csak lehet. 65 év hivatalosan a időpont, de hát még lehet, hogy most vagy 3 alkalommal még így levezetésképpen sikerül megcsinálni, és akkor utána meg pihenj. Mintegy 19 ezeren jelentkeztek idén véradásra a megyében, közülük Miskolcon körülbelül 7500-an. 1100 alkalommal mintegy 28 ezer egység vért vesznek azoktól az emberektől, akiket a Magyar Vöröskereszt szervez. Ugyanis mi a Vöröskereszt a véradók szervezésével vagyunk megbízva, és a vért pedig a vérellátónak a profi munkatársai veszik. Ez a vérmennyiség elegendő ahhoz, hogy a vérellátás zavartalanul működjön. De fontos, hogy a fiatalok is kövessék a véradók példáját, hiszen vérre mindig szükség van. A mai 21. században mindent feltaláltak már, az okosórától kezdve az okostelefonig, a vért még nem. A vérre állandóan szüksége van az országnak. Az önkéntes véradókat másképp nem tudjuk elismerni, mint egy ilyen jeles alkalmakkor. Megkapják az 50., 75. századik, sőt a mai alkalmával volt 110 alkalommal véradó kitüntetett is. A Magyar Vöröskereszt idén még csak nem 100 olyan véradást tervez, amellyel a megye véradóit szólítja meg.